Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogy a különböző készítményeket, vitaminokat, gyógynövényeket, koncentrált ételeket mikor és hogyan a legjobb bevinni ahhoz, hogy maximális legyen a hasznosulásuk a szervezetünkben. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoárd. A vízben oldódó vitaminokat, tehát B-vitaminok és C-vitamin, bármikor bevehetjük, ami fontos, hogy ígyunk melléjük mindig elegendő vizet. A zsírban oldódó vitamin készítményeket, mint A, D, E és K vitamin ideális étkezés közben vagy étkezés után elfogyasztani, és az sem árt, ha állati zsíradékot is viszünk be mellé. Ha esetleg nem étkezünk éppen, ihatjuk például tejszínes kávéval, ugye tejszíni zsír, vagy mondjuk elfogyaszthatunk velük egy kanál kókuszolajat, vagy egy szelet vajat. A zsírban oldódóak ezen kívül a karotinoidok, mint például a beta-karotin, a lutein vagy a zeaxantin, az omega-3 zsírsavak és a Q10 koenzim is, tehát ezeket is érdemes étkezés közben vagy után bevinni, illetve ideális zsírral. A zöldeket, mint spirulina, chlorella, búzafű, árpafű, lucerna inkább étkezés közben vagy után ajánlott fogyasztani, mivel a bennük lévő klorofil szintén zsírban oldódó, illetve sok egyéb zsírban oldódó vegyületet is tartalmaznak. Ha zöldeket fogyasztunk, fontos, hogy a nap során az is, hogy elegendő vizet ígyunk. Az ásványi anyagokat tartalmazó készítményeket, kálium, kálcium, magnézium jobb étkezések előtt bevinni egy 15-20 perccel, azért, mert az ásványi anyagok jobban hasznosulnak, ha van elegendő gyomorsav a gyomorban. Ezen kívül lefekvés előtt ajánlható még a bevitelük, mivel ilyenkor is általában már pár órával az étkezés után vagyunk, tehát van újra elegendő gyomorsav a gyomorban, és segítik a jobb alvást. Illetve ha italpor formában visszük be az ásványi anyagokat, étkezések után egy 2-3 órával célszerű még őket meginni. A nyomelemek felszívódását, mint cink, vas, szelén, króm, mangán, főként az állati fehérjék segítik, tehát a húsok, ezért főétkezés közben célszerű őket elfogyasztani. Csökkentik viszont a nyomelemek felszívódását a fitátok, melyek főként a gabonaételekben, egyes magvakban és a babfélékben vannak jelen, tehát magas fitát tartalmú ételekkel kevésbé jó nyomelemeket pótolni. A gyomorsavasítására szolgáló készítményeket, mint betainhidroklorid, almaecet, akár kapszula, akár italformában, az étkezés megkezdése előtt a legjobb bevinni. A probiotikumok között van egy pár probiotikum baktérium törzs, amit inkább étkezés közben jó elfogyasztani, de a többségüket étkezés előtt 20-30 perccel az ideális, illetve lefekvés előtt. Az epesav tartalmú készítményeket, melyek lúgosító hatással vannak, az epesav egy lúgos vegyület, étkezések után a legjobb elfogyasztani. A gyógynövényekből készült kivonatokat, mint kurkuma, máriatövis, ginkgo biloba, articsóka, asfaganda, cordyceps, echinacea, fűrészpálma, fokhagyma kivonat és mások ideális étkezéstől függetlenül bevinni. A legtöbb gyógynövény hatóanyag esetén az a jobb, ha étkezés után vagy étkezés előtt egy 2-3 órával szedjük be őket. Egyes gyógynövények esetén lehetnek speciális javallatok, de ezek általában rajta vannak a termék leírásán, például az alvás segítő macskagyökér kivonatot lefekvés előtt célszerű bevinni. A teákat vagy a gyógynövényekből készült forrázatot, főzetet étkezéstől vagy bármilyen más készítmény bevitelétől függetlenül fogyasszuk, tehát mondjuk 1-2 órával étkezés vagy a vitaminok bevitele után vagy előtt, mivel a teák, a gyógynövények tartalmaznak olyan vegyületeket, amelyek gátolják egyes vitaminok és más mikrotápanyagok felszívódását. A polifenol vegyületeket, a tartalmazó készítményeket, mint kvercetin, resveratrol, hesperidin, rutin, gránátalma kivonat ideális étkezéstől függetlenül bevinni, mondjuk étkezés után 2-3 órával. A polifenol vegyületek, a flavonoidok segítik a vitaminok, nyomelemek, ásványi anyagok működését, illetve együttműködnek velük, így előnyös az együttes bevitelük. A szuperfoodokat, mint méhpempő, virágpor, a gyümölcs koncentrátumok, a terápiás célú gyümölcslevek,
mivel önmagukban szinte teljes értékű táplálékok, ideális étkezéstől függetlenül fogyasztani, vagy étkezés előtt, vagy egy fél órával, vagy akár étkezés helyett. A kollagén italport bármikor fogyaszthatjuk, ami lényeges, hogy ne együnk, ne ígyunk mellé magas szénhidrát tartalmú ételt, italt, mivel a kollagén, mint fehérje, glikálódik, azaz cukorrá alakul a cukrok hatására. Segítik a kollagén felszívódását a polifenol vegyületek, flavonoidok és a C-vitamin, melyek nagyobb mennyiségben, például a bogyós gyümölcsökben, gyümölcslevekben találhatók meg. A glükozamint, MSM-et, kondroitint, hialuronsavat, tehát az ízületeket támogató készítményeket étkezés közben a legjobb beszedni. Az immunerősítők többségét, mint fekete bodza, olajfalevél, ezüstkolloid, propolis, grapefruit mag, kolosztrum étkezés után egy órával ideális, a legjobb bevinni. A rostokat tartalmazó béltisztító készítményeket, mint amilyenek a lutifű maghéj vagy az almapektin, étkezések előtt egy fél órával célszerű elfogyasztani, és fontos itt is, hogy ígyunk elegendő vizet utánuk és a nap során később is. Végezetül pedig a növényekből készült olajokat, mint az oregano olaj, fekete kömény magolaj, homoktövis olaj, lenmagolaj, szőlőmagolaj és mások étkezések közben vagy után ajánlott elfogyasztani. A bőjt ideje alatt szedett készítmények többsége nem szakítja meg a bőjtöt, nyugodtan fogyaszthatjuk őket. Köszönöm a figyelmedet, bízom benne, hogy hasznos volt ez a videó, jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!